Kanatáj Televízió híradóját látják, Liszkai Lórán vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Adóváltozások. Emelkedett a minimálbér, valamint a garantált bérminimum összege. Élelmiszerek. Tovább kell csökkenteni a pazarlást Magyarországon. A Magyar Kultúra Napja Dombóváron. Kiállítással és koncerttel ünnepeltek. Felelős gondolkodás. Veszélyes fákat vágtak ki Tolnán. Jelentős változásokra számíthatnak az idei évben az adózók a bérek emelkedése mellett a gépjármű teljesítmény adójának befizetésére vonatkozó szabályok is módosulnak. A 2024. január 1-től hatályba lépett adózókat leginkább érintő változásokról számolt be Mózsik Szilvia, a Tolna vármegyei adó és vámigazgatóságának szakértője. 2023. december 1-jével emelkedett a munkabérek összege, amely a minimálbér esetében bruttó 266.800 forintot, a bérminimumnál pedig bruttó 326.000 forintot jelent. De érdemes megemlíteni, mert ez mindig számos más változást is maga után von. Például a minimálbér emelkedése miatt nőtt a fogyatékosság, a súlyos fogyatékosság, illetve a betegségek után járó adóalap kedvezménynek a mértéke. Ez 2024-ben havonta 88.900 forint, ez adóban 13.335 forintot jelent havonta. A 25 év alatti fiatalok és a 30 év alatti anyák kedvezménye esetében is az érvényesítési felső határ emelkedett, 576.601 forint lett, tehát eddig az összegig nem kell személyi jövedelemadót fizetniük. Ez akár 86.490 forint adó megtakarítást is jelentett a fiatal részére havonta. Emelkedett az egészségügyi szolgáltatás mértéke, ami 11.300 forintra nőtt, és az illetékekben is történtek változások. A családi otthon teremtési kedvezménnyel megszerzett lakóingatlanoknál már meglévő vízterhes vagyonátruházási illeték aluli mentességet kiterjesztették a kistelepülési csokra is, valamint a csok plusz kölcsönnel megszerzett lakóingatlanok esetében a forgalmi értéknek a 80 millió forintot meg nem haladó részére. Fontos változás január 1-től, hogy a bírósági eljárási illetéket már nem lehet illetékbélyeggel megfizetni, hanem akik elektronikus kapcsolattartásra nem kötelezettek, ők készpénzátutalási megbízással úgynevezett sárga csekken is befizethetik. A gépjárműadózásban is módosításokra számíthatnak a tulajdonosok. 2024-ben nem két részletben kell befizetni, hanem egy összegben, mégpedig április 15-éig. Na most, hogyha a természetes személy, ideértve az egyéni vállalkozót is valami miatt nem tudja egy összegben befizetni, akkor lehetősége van évente egy alkalommal legfeljebb 5 havi pótlékmentes részletfizetést kérni az adóhivataltól. Ennek a kérelemnek a benyújtási határideje június 30-a, és ez fontos határidő, mert jogvesztő, tehát ez azt jelenti, hogy erre vonatkozóan adott évben már nem lehet ilyen irányú kérelmet benyújtani, vagy hát be lehet, csak ugye az adóhivatal akkor már nem fogadhatja el. A személyi és első házassági kedvezményekhez tartozó adónyilatkozatok benyújtásának szabályairól is beszámolt a szakértő. Az első házasok kedvezményére vonatkozó adóelőleg nyilatkozatokat úgy is be lehet már adni, hogy az adózó kéri a kifizetőtől, hogy ezt folyamatosan vegye figyelembe mindaddig, amíg nem kéri a nyilatkozat mellőzését, vagy pedig nem ad be új nyilatkozatot. Na most itt fontos körültekintőnek lenni ez esetben, mert hogyha valami miatt az adott kedvezményre vonatkozó érvényesség, illetve a jogosultság érvényét veszti, akkor ezt magunknak kell jeleznünk a munkáltató kifizető felé, mert előfordulhat, hogyha ezt nem tesszük meg időben, akkor akár egy nagyobb összegű hátralék is felhalmozódhat. A személyi jövedelemadó bevallással kapcsolatos aktuális információk elérhetők a Nemzeti Adó és Vámhivatal honlapján. Az Agrárminisztérium tájékoztatása szerint az elmúlt 7 év alatt Magyarországon 27%-kal mérséklődött az egyfőre jutó éves élelmiszerpazarlás mértéke. A tárca szerint ezt a mutatót még tovább kell csökkenteni. Bai Attilát kérdeztük arról, hogy Szekszárdon a közétkeztetésben keletkezik-e élelmiszer hulladék. Az előző év alatai alapján 18.700 kiló élelmiszer maradékot kellett ugye kidobnunk, tehát ez gyakorlatilag ez a moslék, ami keletkezik a konyhákba, ami így azért elég érdekes, tehát majdnem 19 tonna
moslék az, ami visszakerül ugye a kitálalt ételekből. Az ügyvezető véleménye szerint meghatározóak egy gyermek étkezésében az otthoni családi szokások. Azt tapasztaljuk, hogy főleg a gyerekek körében nem minden étel elfogadott, válogatósak a gyerekek, nyilván az otthoni ízekhez vannak szokva, illetve amihez otthon hozzászoktak, azokat az ízeket keresik, emiatt azért nem mindig olyan az elfogadottsága a közétkeztetésnek. Meg hát azért lássuk be, hogy körülbelül 3000 főre főzünk. 3000 fő ízlésének azért mindenben eleget tenni, az nem egy egyszerű történet. Van, aki a Szexádon megkérdezettek közül a megmaradt élelmiszer tartósítja, és legvégső esetben pedig komposztálja. Én nem nagyon szoktam kidobni, vagy lefagyasztom, elviszem anyukámnak, vagy tehát félreteszem, vagy nem tudom, szóval valahogy próbálom tartósítani, és nem nagyon szoktam kidobni. A fiatal generáció inkább a megelőzés és tudatosság fontosságára hívta fel a figyelmet. Rengeteg megelőzési forma van, azt gondolom, az élelmiszerpazarlás. Először is a tudatos vásárlás az mindenképpen az első helyet foglalja el. Ugye onnantól kezdve, hogy nem vásárolunk tudatosan, akkor termelődni fog a szemét, ki fogjuk dobni, és ezáltal ez csak termelődni fog. És látva azt, hogy hány ember szenved éhínségtől a világban, ez én egy nagyon mélyen elítélendő dolognak tartom, és azt gondolom, hogy minden ember egyenként, egyénileg tudna tenni ez ellen, és valamiért mégsem teszünk ellene, és... Hát ezt a csirájában kellene szerintem megváltoztatni, elfojtani, ha úgy tetszik, és erre én azt gondolom intézkedések vonnának a legalkalmasabbak, mindenképpen kellene olyan intézkedéseket bevezetni, ami erre sarkallana az embereket, erre ösztönözni az embereket. Egy 2023-ban közzétett beszámolóban, melyet az ENSZ ügynökségekből és az EU-ban működő civil szervezetekből állott csoport készített el, 58 országban mintegy 258 millió embert sújtott tavaly akut élelmezési bizonytalanság. Most rövid híreink következnek. 2024-ben első alkalommal a korábbi hagyományoknak megfelelően folytatódott a véradás a Tolna vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság épületében. A Magyar Vöröskereszttel közösen szervezett eseményen 19-en vettek részt. A katasztrófavédelmi igazgatóság felhívta arra a figyelmet, hogy egyetlen véradás 3 ember életet menthet meg. Az életmentő, valamint a nagyobb műtétek és bizonyos kezelések pótolhatatlan feltétele a rendelkezésre álló vérkészítmények megléte. Az előzetes várakozásokhoz képest erősebb volt a szálláshelyek forgalma 2023 utolsó napjaiban, és a trend folytatódott az új év első hetében is. A téli szünetben 622 000 vendég közel 1,6 millió éjszakára foglalt szállást országszerte. A külföldi vendégek száma 11%-kal növekedett ebben az időszakban, összesen 43 000 fővel érkeztek többen az országhatáron túlról a tavaly hasonló időszakhoz képest. A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ adatai szerint a leggyakrabban párban utaztak a vendégek, több mint 160 000 kettőfős foglalás valósult meg. A párok mellett a családok is szívesen útnak indultak, a vendégek 14%-a volt, 18 évnél fiatalabb. Magyarországon egyre bizakodóbbak a háztartások a jövedelmi várakozások alapján, bár még érzékelhető a gazdasági nehézségek miatti óvatosság, olvasható a Nézőpont Intézet fogyasztói felmérésében. A háztartások pénzügyi helyzetének, fogyasztási szokásainak legfrissebb vizsgálata szerint a jövedelmük 2023 végére átlagosan 542 000 forintra nőtt, szeptemberhez képest 32 000 forinttal emelkedett. A hitel és kölcsönfelvétele, illetve a korábbi megtakarítások felhasználásával együtt a háztartások havonta elkölthető pénze 661 000 forint volt decemberben. A kézirat tanúsága szerint Kölcsey Ferenc 1823-ban január 22-én fejezte be a himnusz megírását. Ennek emlékére 1989-től minden évben ekkor ünnepeljük a Magyar Kultúra Napját. Dombóváron kiállítással és koncerttel készültek az eseményre. A Magyar Kultúra Napján 1000 éves örökségünkből meríthettünk. Ez számunkra tartást ad, gazdálkodni lehet vele, valamint segíthet a mai gondolatok megértésében.
Dombováron kőboldizsár kiállítását tekintették meg a látogatók. Én meg, amit most idehoztam, munkákat, azok egyrészt egy zodiákus sorozat, ami itt a falon látható ilyen vörös fenyőből készült fakeretben, illetve hát van itt egy csomó munkám, amik mindenféle kiállítások kapcsán készültek el. Ugye az én munkám, én grafikusként végeztem a Képzőművészeti Egyetemen, de utána én elkezdtem egy ilyen új dolgot csinálni, hogy igazából mesetereket kezdtem el építeni. A kiállítást követően a Hold a Nap zenekar adott koncertet. Az együttes énekese Gulyás Anna nyilatkozott. Nagyon örülünk, hogy itt lehetünk így a férjem kőboldizsár kiállítás megnyitóján, és utána egy koncertet is adhatunk, és számunkra ez egy nagyon szép együttállás, hogy a Magyar Kultúra Napján a Hold a Nap zenekarral itt Dombováron egy olyan térben muzsikálhatunk, ahol körbeölelnek azok a kedves tárgyak, ahol próbálni is szoktunk a zenekarral az otthonunkban. Az esemény ilyen szép számmal részt vettek minden korosztályból. Rövid híreinkkel folytatjuk a híradót. Celda Mölkön győzelemmel kezdte az évet a férfi NB2-es bajnokság nyugati csoportjában szereplő dombóvári kosárlabda csapat. Még három idegenbeli mérkőzés vár zsinórban Szilágyi Tamás fiataljaira, mielőtt hazai közönség előtt játszanának. Az ország minden óvónőjének januári keresete már 32,2%-kal emelt bér lesz, a következő évben pedig további 11%-kal növekszik ez a szám, mondta a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára. Rétvári Bence kitért arra is, hogy az elmúlt 13 évben 18 ezer új óvodai férőhelyet hoztak létre. Óvodák építésére, bővítésére és felújítására közel 320 milliárd forintot fordítottak az elmúlt években. Az étkezés a bölcsödékben és az óvodákban 10 gyerekből 8 számára ingyenes. Idén sem haladhat át agráráru Magyarország területén ellenőrzés nélkül. A Nemzeti Adó és Vámhivatal pénzügyőrei az ország egész területén fokozottan ellenőrzik a gabonát szállító járműveket, közúton, vizen és vasúti forgalomban egyaránt. A tavalyi év áprilisában megjelent, az ukrán gabona behozatalára vonatkozó tilalom hatályba lépésével vette kezdetét egy ellenőrzés sorozat. Ez idő alatt a járőrök több ezer gabonát szállító kamiont, vasúti szállítmányt és teherhajót vizsgáltak át. Amennyiben a NAV bevetési igazgatóságának járőrei látják, hogy a szállítmány eltér az eredeti útirányától, azonnal járőrt irányítanak utána. A rendeletet megsértő fuvarozók a szállított áru adó nélküli értékével megegyező összegű bírságra számíthatnak. Tolnán veszélyes fákat vágtak ki. Nagy a felelőssége ebben a település önkormányzatának, hiszen személyi és vagyoni elemek sérülését előzik meg ezzel a munkával. A Tolnai Dunaparton lévő Alta Ripa szabadidőparkban kérdeztük Line Antalt a kivágott fákról, illetve a még meglévő állomány állapotáról. Egy túlkoros nyárfa utó életét és a miértjét kell megmagyarázni jelen pillanatban. Ez a fa, ez elérte a vágáskorát már 10 évvel ezelőtt. 2021-ben készült róla egy szakvélemény, hogy ki kell vágni, mivel a faágak korhadnak, és tőrothadás is meglátszott a egyeden. Tovább nem tudtunk vele várni, a kivágása most történt meg múlt héten. Egy egészséges nyárfa körülbelül 25 éves korára vágás érett. Ebben az esetben egy körülbelül 50 éves beteg példányról beszélünk, mely belseje korhat volt, ami a felvételeken is jól látható. Ez itt található filagóriának a tetejére, már több alkalommal szakadt rá ág, és jelen pillanatban olyan beteg volt a fa, hogy veszélyeztette volna az itt játszó gyerekeknek az életét is. A parkban kivágott fák java része pótolva lett, a múlt héten kivágott fa helyére egy mecsek típusú gömbkör is került tavasszal. Regionális híreink következnek. Tavasztól őszig várják a turistákat. Programok és összefogás Siklóson. Jótékonysági disznótor. A ház nélkül maradt családnak segítettek a lelleiek. Jégpályák éjszakája Pécsen is. Jégkorong bemutató, vízjáték, jégdiszkó az országos rendezvényen. Újra közösen hirdette meg Harkány, Siklós, Villány idei programjait.
A települések összefogtak, hogy növeljék a térség turizmusát. A fesztiválok, események a kisvárosok vonzerejére épülnek, mint a fürdő, a bor, illetve a vár. A török kort idéző ruhákban vonulnak a siklósiak ezen a korábbi felvételen. A baranyai kisvárosban idén sem maradnak el a különböző fesztiválok, rendezvények. Erről beszélt a település polgármestere hétfőn. Húsvét után fogjuk megtartani immáron a harmadik siklósi városnapot, ugye ami a születésnapjához kapcsolódik a városnak. Ennek is lesz egy felfutása, és most ugye a 47-nél járunk, az 50-ben fog kicsúcsosodni, és azt gondoljuk, hogy a 45 után az 50, ami ugye 2027-ben lesz, fog majd egy nagy mérföldkő érkezni, és egy nagy rendezvényt mindenféleképpen oda fogunk koncentrálni. De 2024-ben április 12-13-a lesz az a dátum, amikor megtartjuk a városnapokat. Ezen a plakáton már a fellépők neve is olvasható. Nyár végén a legnagyobb esemény a Várfesztivál lesz Siklóson. A Várfesztivál vonatkozásában itt meg ugye az augusztus közepére koncentrálva, augusztus 9-11 lesz a dátumunk, háromnapos rendezvényben gondolkodunk. A gerincét megint csak a szokásos hagyományőrző csapatok, a csatajelenetek és a vár bázisán megtartott kultúrtörténeti és hagyományi teremtő jelleggel megtartott események, IASZ bemutatók, Solymász bemutatók, stb. Fogja meghozni. És az esti időpillanatban fogjuk gyakorlatilag ráépíteni, mint ahogy azt tettük a korábbi években is, a könnyű zenei létet, illetve a koncerteket. Siklós nem egyedül, hanem Harkánnyal, Villánnyal közösen tervezte meg a program évet, így erősítve a térség és a saját településük vonzerejét. Erre épülnek rá természetesen a Villányi és a Harkányi rendezvények, és ahogy hallhattuk, időpillanatában is és tartalmában is gyakorlatilag egymásra építünk. Ettől várjuk azt, hogy ez egy nagyon komoly élményt adó, gyakorlatilag áprilistól októberig, ha valaki hétvégén keres programot, akkor ebben a térségben egészen biztosan megtalálja azt a minőségi programot, akár kultúrtörténeti létében, akár hagyományőrzésben, akár a bor és gasztronómiában, akár a fürdőkultúrában, ebben a régióban egészen biztosan fog programot találni. Harkányban a fürdő, Villányban a vörös bor és a ráépülő fesztivál, illetve koncertek jelentenek olyan programokat, amikkel növelhető a turizmus a három településen, mondja a polgármester. Mester. Jótékonysági disznótorossal várták a Balaton lelejéket. A szervezők célja az volt, hogy közösséget építsenek és hagyományt teremtsenek a kezdeményezéssel. A finomságokból az idősek és a rászorulók is kaptak, emellett egy helyi családnak is gyűjtöttek, akiknek a közelmúltban vált lángok martalékává a házuk. Hurka, kolbász, resztelt máj, töltött káposzta. Ilyen finomságokkal várták a Balaton lelleieket az első jótékonysági disznótoroson. Régen így kimentek a kapuba, megbeszélték a szembeszomszéddal, a mellettük lakó szomszéddal, ezzel töltötték az időket. Ezek talán ma már úgy egy kicsit elvesznek ebbe a rohanó időbe. Ezek a rendezvények talán arra jók, hogy itt akkor összegyűlik egy kicsit a lakosság, jól érzik magukat, tudnak beszélgetni, és mégis mint egy ilyen nagyobb közösség, a családon túl, mint egy nagyobb közösség, együtt tudunk lenni, és meg tudjuk beszélni egymás dolgait. A helyiek jól fogadták a civil szervezetek kezdeményezését. Nagyon tetszik, hát Lelle, mindig azt mondtam, a világ közepe, imádom. Én Budapesten éltem, de aztán elmentem nyugdíjba, és azt mondtam, visszahúz a szívem. Én nem tudok máshol élni. Itt van élet, itt nyugalom, itt nagyon jó. Nyisd mi sármány sátradat, hadd kerüljen váradat, szita-szita péntek, szerelem csütörtök, dob szerda. Az egyesület fontosnak tartja a hagyományőrzést, és hogy mindenki részesülhessen a disznótorosból. Nagyon-nagyon fontos az, hogy egész nyáron dolgozunk, azért, hogy az idegenforgalomnak megfeleljünk, de elfelejtünk magunkkal foglalkozni, és egy kicsit azt szeretnénk ezzel erősíteni, hogy a lellei lakosoknak is jobb legyen, a lellei egyesületeknek, és akkor, hogyha összefogunk, és mindenki nem csak egy hajóban ül, de egy irányba is evez, abban a pillanatban még jobban fel lehet turbózni, fel lehet erősíteni azt a fajta idegenforgalmat, ami egyébként nyáron is évközben minket jellemezni fog. Az aktualitása ennek a rendezvénynek az volt, hogy az embereknek megmutassuk a disznótorosnak a hagyományát, a disznótoros ízeit, a hagyományos disznótoros ízeit. Ezzel kezdtük el az egészet, aztán kitaláltuk, hogy mi lenne akkor, hogyha ezekből mindenki tudna részesülni, és nem csak azok, akik eljönnek,
hanem akik esetleg rászorulók és idősek, és ezek az embereknek vagy holnap után ki is szállítjuk azokat a ételeket, amiket itt egyébként elkészítünk. A résztvevők adományukkal egy helyi rászoruló családot is segítettek, akiknek egy tűzvészben leégett az otthona. 644 vendég és több tucat segítő vett részt szombaton a Jégpályák éjszakája elnevezési programon Pécsett. A pécsvárosi műjégpálya a kezdetektől 2016-tól kiemelt helyszíne az országos rendezvénynek. Az esti, hosszított nyitvatartás alatt jégkorong bemutatóval, kvízjátékkal, értékes nyereményekkel és jégdiszkóval várták a kulcsajázókat. Közel 10 éve rendezik meg a Jégpályák éjszakája elnevezési programot országszerte, így többek között Pécsen is. Idén több mint 600 fő lepte el a város műjégpályáját, ahol különböző színes programokkal várták az érdeklődőket hosszabbított nyitvatartás idején. 2016 óta rendezik meg ezt a Jégpályák éjszakája nevezettű programot, a Magyar Jégkorong Szövetség által generált program, amit minden helyszín megpályáz, és minden helyszín önállóan természetesen valamilyen instrukciók szerint rendez meg. Az esti programsorozatot egy interaktív jégkorong bemutatóval kezdték, ahol a vállalkozó szelleműek kipróbálhatták a szlalomozást vagy a kapura lövést a pécsi jégkorongos növendékek segítségével. A jelenlévők egy kvíz kérdéssort is kitölthettek, amelyet sorsoláson vehettek részt. Minket felkértek, hogy a meghirdetett jégpályák éjszakáján egy kis bemutatót tartsunk, amit mi ki is használunk mindenféleképpen, hiszen szeretnénk minél több jégkorongozó tanítványt bevonzani, kedvet csinálni nekik ezzel a bemutatóval, ezzel a kis teszttel. Lesz kvízjáték is, ahol ugye a Jégkorong Szövetség küldött le ajándékokat, amit meg lehet nyerni. Úgyhogy mi ezért vagyunk itt, hogy egy kicsit magát a jégkorongot népszerűsítsük. A pécsi műjégpálya a hétvégi jégpályák éjszakáján látta vendégül a 28 ezredik látogatóját a különböző korosztályú résztvevők között. Az estét egy jégdiszkóval zárták. Végül mutatjuk Tolna vármegye híreit még egyszer, röviden. Adóváltozások. Emelkedett a minimálbér, valamint a garantált bérminimum összege. Élelmiszerek. Tovább kell csökkenteni a pazarlást Magyarországon. A Magyar Kultúra Napja Dombóváron. Kiállítással és koncerttel ünnepeltek. Felelős gondolkodás. Veszélyes fákat vágtak ki Tolnán. Szerdán délelőtt meleg, majd estétől hidegfront alakítja időjárásunkat. Kora délutánig éling déli szél mellett borús időben időszakos, szorványos eső esik. A plusz 10 fokot is elérheti a maximum hőmérséklet. Friss hírekkel legközelebb szerdán este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!